az Istennek szent angyala, mennyekből hogy alá száll. Énekszóval hozták meg Jézus születésének örömhírét a kassai betlehemezők. A Kárpát-medencei betlehemes találkozó résztvevői szabadkai családokhoz csöngettek be az idén. Fontos ez számomra, és méghozzá azért, mert vannak olyanok, akik szerint ez sziki, meg ilyenek, de szerintem ez egyáltalán nem igaz, mert jó az, hogy visszük a Jézus születét, visszük annak a hírét, hogy Jézus megszületett. A gyerekek örülnek, hogy ellátogathattak Vajdaságba. A karácsonyt hasonlóan ünneplik mindkét térségben. Feldíszítjük az egész lakást, és amikor már minden fel van díszítve, akkor bekapcsoljuk a fenyőfán a zenélő hangfalat, és elkezdünk énekelni. Eljött hozzátok, a kecskeméti betlehemezők is megérkeztek. Benedek az egyik pásztor szerepét öltötte magára. Elmondta, a betlehemezés arra is jó alkalom, hogy szoros barátságokat kössenek. A harmadjára vagyok betlehemes találkozón, és most vagyok először családhoz elszállásolva, de mindig alakultak ki kapcsolatok, és mindegyiket tovább építettük. A vendéglátók nyalánkságokkal lepték meg a fiatal előadókat. A családok el is szállásolták a gyerekeket a találkozó ideje alatt. Én nagyon fontosnak tartom ez a barátság kialakulása és ápolása miatt, hogy ugye az én gyerekeim is példát mutassak nekik is, meg hát soha nem tudhatom, hogy a két fiam közül ki mikor kerül épp ilyen helyzetbe, és én is nagyon örülnék, ha befogadnák őket. A betlehemes találkozó Kecskemétről indult az egyház támogatásával. A szervezők remélik, hogy jövőre a szabadkaiak is készülnek betlehemes játékokkal, és viszonozhatják vendégszeretetüket.